A Verbita rendről tulajdonképpen itt Bicskén nagyon keveset hallottunk, tudtuk a létezésüket, és vannak itt az idősebbek közül olyanok, akik emlegették, hogy egy nagyon-nagyon jó szerteágazó világ minden részén megfordulnak, és egy nagyon imádságos renddel találkozhatunk, hogyha a verbitákkal összefutunk. Semmit nem ismertünk róluk, és előtte pár hónappal hallottuk meg, hogy nagy valószínűséggel verbita atyákat fogunk kapni, és nagyon vártuk őket, és nagyon örülünk, hogy vannak. Hát nem csak egy papunk lett, hanem mindjárt kettő, sőt a másik tapasztalatunk, hogy nem is két papunk van, hanem egy egész rendet kaptunk, hiszen számtalanszor megjelennek a rendtagjai Kőszegről, Buda, Téténről, illetve egyéb más helyekről, kisegítik őket. Az első, amit talán megismertünk róluk, az, hogy egy családot alkotnak. Jó volt érezni azt, hogy bíznak bennünk, és számítanak ránk, hogy mi tényleg azt éreztették velünk Gerge atya is, és Bona atya is, amikor ide kerültek, hogy mi tényleg értékes tagjai vagyunk a közösségnek, és érdemes azt csinálni, amit mi elkezdtünk. Isten örök igazság, hiszünk benne. Isten erőnk is üdvösségünk. Isten végtelen jóság. Igédet küldöd a világ megváltójaként. Önts belénk fiad lelkét. Az a kép akkor az időben származik, amikor elkezdte alapítani a rendet. Szentek azok, akik embereken keresztül tapasztalhatunk az Isten fényét, az Isten felé vezető utat. Ki ő? Jansen Arnold. Ki ő? Alapító. Három missziós szerzetes rend jut létre rajton keresztül. Született 1837. november 5-én Németországban. A mi rendünk lelkisége született ebben a családban. Egyszerű családban, amely hihetetlen módon hittek a Szent Háromság egy Istenbe. Minden este az egész család imádkozott a rozsafüzért. Minden esti imák zárták Szent János prológussal. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige. Mi vagyunk isteni ige társasága. 18 évesen Jan befejezte az iskolát. Elkezdte az egyetemet Münsterben és Bonnban, amikor már befejezte, Münchenben teológiát tanult. 61-ben szenteltek papa, amikor 24 éves volt. 12 éven át Bocholtban, gimnáziumban tanított és segített lelkipasztori munkában. 1873-ban elhagyja a Bocholt, ahol dolgozott, és rektor lett Kempenben. És ebben az időben találkozik egy írsekkel, aki Hongkongban dolgozott, és aki megmondta neki, hogy Németországban még nincs missziós rend. Első ház Steinban, Hollandiában alakult, vette egy kocsmát. Pár pap jut körülötte, és elkezdtek dolgozni. 1875. szeptember 8-án Steinban Szent Mihály ház alakult. Ez a dátumot az Istenige Társaságának alapítása. Hárman voltak az elején, az egyik között József Ray Nademec, ez az első misszionárius, aki 1879-ben már indult Kínába. Senki nem gondolta, hogy már 5-6 év alapítása után elkezdték építeni ezt a házat. 1884-ben, 9 év után Szent Mihály ház ilyen lett. Tele volt az emberekkel, tele volt a misszionáriusokkal, ugye, ki már elkezdtek menni misszióba. Ő volt az első, aki tudta, ha akarunk evangelizálni, kell nyitni magunkat az újságok felé. Az ő halála pillanatában volt összesen 1500 nővér, testvér és pap, akik ebben az időben, az ő halála pillanatában dolgoztak már Hollandiában, Kínában, Itáliában, Argentinában, Ausztriában, Németországban, Brazíliában, Togo, Új-Guineában, USA-ban, Chiliben, Japánban és Filippin-szigeten. Hihetetlen. Maria de Nazaret, Maria de Nazaret, Maria de Nazaret,
Bicskén másfél éve jelentek meg a verbiták. Mi úgy éltük meg ezt, amikor a hosszú sivatagi vándorlás után egy oázis találtunk, hiszen sem templomunk az építkezés, illetve a torony megdőlése miatt, sem papunk, hiszen Imre atya 2020 január végén, február elején meghalt, és a Covid miatt szentmiséket se látogathattunk, és igazából egy nagy-nagy reménnyel, nagy-nagy felüdülést kaptunk, amikor megérkezett Bicskére a két verbit atya. Hát az egyetlen, amit kívül láttunk, hogy mindig mosolyognak, boldogok, és családként működnek, ez így laikusként vagy civilként, ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás volt, vagy egy örömet tudtak közvetíteni. A másik, hogy a világ minden részéről érkeztek, ugye Lengyelországból, illetve Indonéziából, de ha csak az éjféli misére gondolok, akkor Indiából egy szép karácsonyi üzenetet, vagy akár a Fülöp-szigetekről, illetve Afrikából is kaptunk. Ez mindenképpen egy üdvözítő dolog, hogy a világ minden részén is katolikusok, keresztények élnek, és eljönnek ezek a szerzetesek, papok, akik minket, a mi hitünket szeretnék előmozdítani, és a mi üdvösségünkért dolgoznak. Még egy dolgot, amit kiemelnék, ami számomra nagyon feltűnő és nagyon megfogott, az az egyszerű krisztusi üzenet, amit ők közvetítenek, akárhány nyelven, vagy akárhány személyiség. Nem bonyolultan, nem magas teológiai elmélkedéseket hallhatunk, amely nagyon egyszerű evangélium üzenetet, a lényeget hallhatjuk tőlük. Jelenleg Magyarországon élek és tanulok a pastoráció szolgálatomban, mint Janssen Szent Arnold. Igyekezem másokat segíteni, bárhol és bármikor tudok. Különösen imádkozom a betegekért és a szenvedőkért a pandémia miatt. Másfél éve vannak itt, sok minden új van. Nekem sok minden nem új azért, mert én is rendhez tartozom, én az egyházközségi nővérek társult testvére vagyok, és nekem is vannak lelkinapjaim, vannak különböző gondok is, meg egyebek is, de nekem az a feladatom, hogy a mindenkori prébánosomat segítsem ott, ahol élek. Nagyon örülök az atyáknak, újat hoztak, fiatalok, nagyon szeretjük őket, sok újat tanulunk tőlük, és ők hozzák is, hogy megtanuljuk, tehát ez fontos. Én ezt szoktam kérdezni, hiszen nekem ez feladatom, hogy én megkérdezzem, hogy ő hogy érzi magát. És azt mondta nekem Gergely atya többször, hogy a helyemen vagyok. És mikor megkérdezem, hogy szüksége van-e valamire, akkor mondja, hogy köszöni neki, mindene megvan. Bona atya meg egy kis fiatal kis atya, akit én külön szeretek, mert annyi idős, mint az unokám, és a Gergely atya meg, mint az én kisfiam. Várakozás volt mindannyiunkban, és nagy öröm volt számunkra az, hogy a Gergely atya, aki ugye egy tapasztalt pap, aki ugye Máriás lelkületű lengyel származása miatt is, bár egyébként, mint verbita is hordozza a Máriás lelkületet, nem beszélve a Bona atyáról, aki a vidámságával és a kedvességével hamar az emberek szívébe tudta megnyerni magát. Arnold Janssen személyét igazándiból a verbita atyákon keresztül ismertük meg, és ahogy most már ugye másfél éve, hogy az atyák itt vannak, és sokat mesélnek róla, sok előadást tudtunk hallani, és így belopták a bicskei híveknek a szívébe. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy egy méltó személy, aki
patronusa lehet akár a bicskeieknek, és akár a, ugye a Verbét atyáknak különösen, de rajtuk keresztül mindannyiunknak. Egész életünkben kell imádkozni, mert minden pillanatban az életünkben ott van a döntés. Holnap mit fogunk csinálni, mit kell csinálni. Holnap után mit kell csinálni, jó héten. Mindig van valami döntés az életünkben. Azért kell imádkozni. Az imádkozás nem csak amikor mi kírunk valamit Istentől, hanem kell imádkozni, hogy legyen kapcsolat, állandó kapcsolat Istenen. Amikor mindig van kapcsolat Istenen, Isten a Szentlélek által fogja megvilágosítani a szívünket, lelkiismeretünket, meg gondolatainkat, hogy tudjuk pontosabban dönteni valamit, ami életünkben. Misszió, akkor tudunk tovább adni, vagy tovább élni, ha együtt vagyunk, együtt működünk. Az ige testület, és mi köztünk lakik, Emmanuel velünk az Isten. Tehát a mi Istenünk nem a távol lévő Isten, hanem Isten, aki itt van belül. A zenekarunk, mint a neve is mutatja, Isten dicsőítők zenekar, tehát mi egyből így indultunk anno 18 tavaszán, tehát nekünk ez is volt a célunk. Ez csak erősítette a Verbita rend megjelenése Bicskén, és jó volt egy kicsit látni azt, hogy nem csak magyarul, illetve angolul lehet dicsőíteni az urat, hanem tényleg lengyelül, indonézul, bármi más nyelven is, és ezekkel a repertoárunk is változott. Tehát indonéz-lengyel dalokat is próbálunk játszani. Kiejtéssel néha még küzdünk, de szerintem jó úton haladunk. Azt fedezem fel magamban egyre jobban, hogy ez az én közegem, hogy tényleg ez a lelkület, amit mögöttünk is éppen zajlik, hogy a kispapok bemutatkoznak, hogy közben zenélnek, Isten dicsőítenek, ugye, mint említettem az előbb, különböző nyelveken. Tehát, hogy ez mindegy olyan spirituális élmény is számomra, amit nagyon nehéz szavakba kifejezni. Nagyon örülök annak, hogy egyre több fiatal van. Tehát, hogy jó látni azt, hogy már a Szent László általános iskola, amit Bicskén működik, ugye ez is szerves része az egyházközségünknek itt Bicskén, hogy már ők is folyamatosan egyre több Szent Lászlós arcot látok a Szent Miséken, különböző egyházi alkalmakon. Tehát, hogy én mellette eléggé küldetésemnek is érzem, hogyha lehet így fogalmazni, hogy az én generációmat is belevonni az egyházközségbe, mert ez lesz az, ami tovább fogja éltetni majd az egyházat.